Establish a power. A gyermekek és csecsemők szája által ő építi az ő hatalmát, és megerősíti az ő hatalmát. A power on earth. Egy erő a Földön. And that is worship. Ez az imádat. So when we worship, we have power in God. Amikor imádunk, akkor erőnk van Istenben. The John 4 says that we can only worship God in spirit. A János részben olvashatjuk, hogy Isten csak szellemben lehet imádni. How do we do that? Hogy csináljuk ezt? Let me tell you this. Hogy mondjam ezt el nektek? Everything that's worship without the spirit. Minden imádat szellem nélkül is religion. Vallás. It's only religion. Csak egy öreg vallás. Has no power. És nincs erő benne. There's no meaning. Nincs jelentősége. And you get very bored by. És nagyon unalmas is. You go to a place where they sing hymns without the spirit. Hogy elmész egy helyre, ahol nem szellemben imádják az Urat. And you get tired. És fáradt leszel. You know what I'm talking about? És elmész egy helyre, és ezt megtapasztalod. Tapasztaltatok-e már ilyet? You know what I'm talking about? Tudjátok, miről beszélek? Volt-e már ilyen? Oh, aren't I finished yet? Oh, még nem végeztem. Where's the coffee? Hol a kávé? But if you go to another place. Hogyha elmentek egy másik helyre. And they sing the same songs. És ugyanazt a dalt, ugyanazokat a dalokat éneklik. But they sing in the spirit. És de a szellemben éneklik ezt. And you feel the presence of God is moving in that place. És érzed azt, hogy Istennek a szelleme mozog azon a helyen. And you get inspired. És akkor inspirálva érzed magad. You feel life. És érzed az életet. You feel, oh yes, I love this. És igen, azt érzed, hogy ó, igen, én ezt szeretem. And when you walk out from there. És ha onnan kimész. You feel like a new person. És úgy érzed magad, mint egy új ember, egy megújult ember. God has given you new strength. És Isten ad egy új erőt, egy megújulást az életedben. Same song. Ugyanaz a dal. But two different ways of singing. De két különböző féle éneklés, előadási mód. One is in the spirit. Egy a szellemben. The wild one is by my flesh. A másik pedig csak testileg van. How do we get into this singing through the spirit? És hogyan tudjuk ezt elérni, hogy szellemben tudjunk énekelni, imádni? You wanna know? Akarjátok tudni? Okay. Okay. Unfortunately, it's not a happy way. Hát sajnos ez nem egy boldog út. I wish I could say this is a very easy way and just do like this. Én úgy gondolom, az lenne jó, hogyha azt mondhatnám, hogy igen, ez egy nagyon könnyű út, és elmondanám, hogy hol. But it's not. De ez nem könnyű. You know, God will allow problems in your life. Tudod, Isten beenged. Meg fog engedni problémákat az életedben, az életetekben. Is there anyone in here who had a problem sometime? Van egy olyan, akinek vannak problémái néha? I don't see every hand. And sometimes we just say, God, what's happening? És akkor azt mondjuk, hogy Istenem, mi történik? Why is this happening to me? Miért történik ez velem? I don't understand. Nem értem. But there is a purpose. De ennek oka van. God wants you to be in a place. Isten azt akarja, hogy egy helyen legyél. Where you just cannot find your own way out. Egy olyan helyen, ahol nem találod meg a kiutadat. It's not a pleasant place. It's not a pleasant place. Ez nem egy örömteli hely. I hate that place. Én utálom azt a helyet. It's not fun. Ez nem érdekes. And it seems like everything is a trouble for me. És úgy látom el az ilyen helyzetben, hogy minden probléma nekem. But that's the place where I discover true worship. És ez az a hely, ahol fel lehet fedezni, meg lehet találni az igaz imádatot. Think about Paul and Silas in jail. Gondoljunk Paul, Pálra és Silasra a börtönben. They were beaten. Meg voltak verve. Falsely accused. Meg voltak gyanúsítva. I'm sure that every lady in here has been falsely accused sometime. Biztos, hogy benne itt is minden hölgy meg volt már gyanúsítva. That happens in jealousy at times. Jealousy? Jealousy. Okay. But any jealousy? Yes. You get it? Yes. Yeah. Fair take and shame. Okay. Yeah. Okay. And we all face problems in our lives. Mindannyian
szembenézünk problémákkal az életünkben. And sometimes they are very, very heavy. És néha nagyon-nagyon kemény, nehéz problémák ezek. And Paul and Silas was in the darkness. Paul és Silas a sötétségben voltak. It was a very bad situation. Egy nagyon-nagyon nehéz és rossz helyzet volt az ő életükben. They had pain. Fájdalmak voltak. Pain in the body. A fizikai fájdalom a testükben. I think there was someone like this. Szerintem valamelyik víj volt talán. That's not the place to say hallelujah, let's have some worship. Ez nem az a hely, amikor ahol azt mondhatnak, hogy hallelujah, imádjuk az Urat. És dicsőítsük őt. But they knew something. De ők tudtak valamit. They knew something about worship. Ők tudtak valamit az imádatról. And it says that there that they choose to start worshiping God. És azt írja az ige, hogy ők azt választották, hogy imádják az Urat. Without reason for their eyes, no logical reason. Tehát anélkül, hogy azt nézték volna, ami körülöttük van. Everything seems to be wrong and hopeless. Minden rossz és reménytelennek tűnik körülöttük. In that pain, és ebben a fájdalomban, they choose to start worship God. Azt választották, hogy Isten dicsőítsék. And sing to God. És énekeljenek Istennek. Thank you, Jesus, that you are good. Köszönöm neked, Jézus, hogy te jó vagy. Your mercy lasts forever. Hogy a te kegyelmed örökké tart. Thank you, Jesus, we worship you. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy dicsérhetünk téged. Would you do that? Csinálnád te ezt? I'm not sure I would. Én nem vagyok benne biztos, hogy én ezt csinálnám. But something tremendous happened. De valami nagyon hatásos történt. When they start worshiping God. Amikor elkezdték dicsérni, Isten dicsőíteni. God's presence comes down. Isten jelenléte megjelenik. Came down to the jail. Megjelenik ott a börtönben. In God there is no prison. Istenben nincsen börtön. So therefore they could not stay in prison. És ők nem maradhattak a börtönben. There has to be a freedom because God's presence came down. Egy szabadságnak kell ott lennie, mert Isten megjelent ott. So in that worship it releases something tremendous in the spirit. És ebben az imádatban valami hatalmas dolog lett szabadjára engedve. And that gave a result on earth. És ez a show. They were free. A földön. They were free from the jail. És ők megszabadultak a börtönből. Amen. Amen. There is power in worship. Erő van a dicsőítésben, az imádatban. Think about King Josaphat. Jehoshaphat. Josaphat királyra gondoljunk. You know this story, do you? Ismeritek a történetet, ugye? You know that? Ismeritek? Your pastor will teach you about this. Your pastor. Pastor volt a majdnem tanítani fog erre. Anyway, it was a king. Egy király volt. And he faced a big army. És egy nagyon nagy hadsereg állt szemben. That was attacking Israel. It was attacking Israel. Akik Izraelt támadták meg. It was just a huge army. És egy hatalmas hadsereg volt. And King Jehoshaphat and all the people was very, very afraid. És Jehoshaphat király és az emberek nagyon-nagyon féltek, meg voltak ijedve. It seems like to be a very hopeless situation. Ez úgy tűnik, hogy egy nagyon reménytelen helyzet volt. And then there came a prophet. És jött egy proféta. Said just send out some worshippers in the front, that it will be okay. És azt mondta neki, hogy csak küldj előre dicsőítőket és minden rendben lesz. You want to join that worship team? Akarod-e? Akarsz-e csatlakozni? Akarnál-e csatlakozni abba a dicsőítő csapatba, aki fölküldött előre? Can you see this in your inner being? Nem tudjátok ezeket képzelni? Látjátok ezt? There's a tremendous army waiting over there. Egy óriási hadsereg vár szemben veletek ott. They have one goal. És have one goal. Okay. They want one thing. És egyetlen egy dolgot akarnak. They're just waiting for killing you. És arra vannak beállva, hogy megöljenek téged. And you can see the weapons over there. És láthatod a fegyvereket magaddal szemben. Kihúzva a szíjakat, a nyilakat. In your body. És becélozva a testedek. It's nice to be in the front in the worship. Igen, nagyon jó a dicsőítésben elő lenni ilyenkor. Kiteszi fel a kezét. What do you feel in that moment? What do you feel in that moment? Mit éreznétek ebben a helyzetben, ebben a pillanatban? Well, one thing is for sure. Egy dolog az biztos. You don't care about how it sounds when you sing.
You don't care about how it sounds when you sing. Nem érdekel az, hogy hangzik, amikor énekelsz. You don't care if you play good or wrong. Nem érdekes, hogy te jól vagy rosszul játszol. You don't care if anyone is impressed by your music. Nem érdekel, hogy valakinek is tetszik-e nagyon, vagy impressz. I mean, it's not a place for performance. Vagy hatással vagy a másokra, vagy csak hogy jól néz ki, vagy jól hangzik. You see the arm and they're waiting for you. És csak azt látod, hogy a fegyverek szemben vannak veled, az egész hadsereg. You think you say to your neighbor? Azt mondod a szomszédnak, hogy listen to this piece, I've been training 10 years for this. Vagy nézd csak, hallgass ezt a darabot, én már 10 éve ezt gyakorlom. Have you heard how good voice I have? Hallottad már milyen jó hangom van? You don't care. Nem érdekel. There's only one thing that's important. Csak egyetlen egy dolog az érdekes. It is that my sing will touch heaven. Úgy kell énekelni, hogy megérintsük a mennyet. So I sing for my life. Az életemért énekelek. Can you see them walking there against this huge army? Látod ezt, ahogy szembe mész azzal a nagy hadsereggel? And they're singing, God, your mercy is everlasting. És énekelsz Istennek, hogy Isten a te dicsőséged örökké tartó. I'm sure they were shaking. Biztos vagyok benne, hogy ők örökké és sírtak. God, rescue us. Istenem, ments meg minket. They sing for the life. És ők énekeltek az ő életükért. That's not the place for performance. Ez nem az a hely, ahol előadást kell tartani. Because it's a spiritual battlefield. Ez egy szellemi harcmező. But the miracle was there because God's presence came down. De a csoda ott volt, mert Isten jelenléte meg ott volt. When they start singing this song they did in the temple for the dedication. Amikor elkezdték énekelni ezt az éneket. Thank you, Lord, that you are good and your mercy is everlasting. Köszönöm, Uram, hogy te kegyelmes vagy és a dicsőséged örökké tart. Can you imagine singing that song in that situation? El tudjátok képzelni, hogy ezt a dalt énekelték abban a helyzetben? No shields. Nem volt pajzsú. Only the worship to God. Csak az imádatok Isten felé. But they knew. De ők tudták. God is in the worship. Isten a dicsőítésben. God's presence came down. Isten jelenléte lejött. And in God there is no enemies. Ahol Istenben nincsenek, ott az ellenségek. Amen. Amen. In God there is no enemies. Istennél nincsenek ellenségek. Istenben. So the enemy could not exist in His presence. És az ellenség nem tudta elviselni az ő jelenlétét. So what did happen? És mi történt? Mi fog történni? The enemy killed itself. És az ellenség megölték magukat. The only thing the Israelites was doing was singing. És amit az izraelek csináltak, csak énekeltek. Worshiping from the heart. Imádták Istent a szívükből. In the spirit. Szellemben. And that released God's presence. És akkor Isten jelenléte megnyilvánult. And they received the miracle. És egy csodát éltek át, egy csodát kaptak. I love worship. Imádok. Szeretek imádni. Because I know there is something there. És tudom, azért, mert tudom, hogy van ott valami. Van benne valami. So how do you get into this with the spirit in the singing? És hogyan lehet ezt szellemben végezni? Hogyan lehet szellemben imádni? It is in those hard times, azokban a nehéz időkben, when you discover God's true help for you.